Miben hasonlítanak a reményfarmon élő szarvasmarhák és a 300 évvel ezelőtt készült hegedűk húrjai? A belegben. Régen a húrok birka, marha, vagy a rossz szájek szerint maskabélből készültek. Az állat levágása után a hozzáértők kiválasztják a megfelelő vastagságú belsőségüket, azokat áztatják, tisztítják, majd a húrkészítőhöz kerülnek, akik az adott hangszer adott húrjaihoz képest méretezik azokat. Kényes művelet, mert nem lehet túl hideg vagy meleg, jó irányban is szögben kell vágni, jól kell nyújtani, különböző vegyszereket használni, és sok lépést sokszor kell megismételni. Ezek után kifejerítik, szárítják, finom csiszolják, szortírozzák, és ha minden jól ment, akkor ment eladásra. Az időjárásra, az izzadságra és sok minden másra érzékeny bélhúrokat csak az 1920-as évek tájékán kezdték elhagyni, manapság a sokkal strafabíróbb acél sodronyozása megszokott, sokkal nagyobb, fényesebb a hangja, cserébe nem olyan puha és lágy, mint elődjének. Azonban a klasszikus zenében is visszatérőben van a retro, sokan használnak bélhúrokat, hogy autentikusabb hangzást hallassanak, úgyhogy legközelebb kolbászt teszel, gondolj arra, hogy ezen most játszhatna is valaki.